Kedves amerikai KCP ösztöndíjasok! Emlékezetes év áll mögöttünk váratlan eseményekkel, kihívásokkal, de ugyanakkor sok szép eredménnyel, összetartozással. Nagyon köszönöm áldozatos munkatokat, valamint mindazt a kitartás és rugalmasságot, amit ez alatt a meglehetősen szokatlan időszak alatt tanúsítottatok. Hálás vagyok elkötelezett szorgalmatokért, mivel az 1,4 milliós létszámú erős amerikai magyar közösségünket támogatatok. Bízom benne, hogy élvezetes volt számotokra a mindennapi élet és a küldetésetek is az Amerikai Egyesült Államokban. Remek, hogy megismerkedtetek a közösségükkel, és együtt dolgozhatunk páratlan örökségünk életben tartásán megőrzésén. Amikor márciusban kitört a világjárvány, összesen 30 KCP ösztöndíjas tartózkodott az Amerikai Egyesült Államokban. 18-an maradtatok, 12-en hazamentetek. Jó látni, hogy mindannyian szoros kapcsolatban maradtatok közösségünkkel, és reméljük egymással is. Számtalan olyan program megvalósításán dolgoztatok, amely pozitív és kitartó hozzáállásatok nélkül nem jöhetett volna létre. Íme néhány kiemelkedő példa. Az amerikai magyar közösség tagjai nevében hálásan köszönöm a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak a Körösi Program 7. évét. Hát nagyon várjuk a 8-at, mert ránk is inspirálóan hat az ösztöndíjasok lelkesültsége az újabb és újabb kihívások iránt. Hajrá, KCP!